Jó napot kívánok, ez a Háború Ukrajnában adása. A felelős szerkesztő Virág Hamisarolt a nevében is köszöntöm Önöket, én Ferkó Dániel vagyok. Vendégeink itt a stúdióban Vukics Ferenc katonai szakértő és Tir Gábor a moszkvatér.com főszerkesztője. Mert hogy a legyőzött elnökjelöltekkel együtt tartott győzelmi beszédet Vlagyimir Putyin. Kezdünk! Ünnepi beszédet mondott az orosz elnök a Krím elcsatolásának 10. évfordulóján. A beszédben több érdekesség is elhangzott, hallgassunk meg egy részletet belőle. Kedves barátaim, szeretettel üdvözlök mindenkit, és gratulálok az ünnephez. A Krím és Szevasztopol újraegyesüléséhez Oroszországgal. Pontosan 10 évvel ezelőtt itt a Vöröstéren, ugyanerre a színpadra indulva jutott eszembe, hogy a Krímet gyakran elsüllyeszthetetlen repülőgép hordozóként emlegetik. Ez juttatta eszembe azt a gondolatot, hogy azt mondjam, a Krím visszatért a saját kikötőjébe. De a Krím nem csak stratégiailag fontos terület, nem csak a történelmünk, a hagyományaink és Oroszország büszkesége. A Krím mindenekelőtt ember, Szevasztopol népe, a krímiek. Ők a mi büszkeségünk. Évtizedeken keresztül hordozták a hazába vetett hitüket, és soha nem szakadtak el Oroszországtól. És ez tette lehetővé, hogy a Krím visszatérjen közös családunk részévé. De ami Novorossziát, ami Donbaszt illeti, az ott élők az orosz tavasz napjaiban szintén kifejezték a vágyukat, hogy visszatérjenek a szülőcsaládjukba. Az ő útjuk vissza a szülőföldjükhöz sokkal nehezebb és tragikusabb lett. De mégis sikerült, és ez is nagy esemény államunk történetében. Most együtt fejlődünk és járunk, érezzük egymás könyökét. Éppen ma értesültem arról, hogy helyreállították a vasútvonalat Rosztovból Donyeckbe, Mariupolba és Berdyanszkba. Folytatjuk ezt a munkát, és hamarosan vonatok fognak közlekedni közvetlenül Szevasztopolba. És ez egy másik alternatív út lesz a Krími híd helyett. Így fogunk együtt, kéz a kézben haladni előre. Ez az, ami nem szavakban, hanem tettekben valóban erősebbé tesz bennünket. Na hát hogyan értékeli ezt a beszédet az a magyar újságíró Tir Gábor, akinek Vlagyimir Putyin egyedül magyar újságíróként válaszolni szokott a sajtótájékoztatókon? És ehhez még hozzátenném, hogy én 10 évvel ezelőtt ott voltam a népszavazáskor a Krímben, és tényleg úgy érezték az emberek, hogy, hangsúlyozom, idézem, hazatérnek. Tehát könnyes szemmel, most nem 97%, de hogy 70-75% biztosan így gondolkodott, az egyértelmű. Tehát ez, ahogy Putyin is fogalmazott, ez a hazatérés. Tehát a másik, ami rögtön eszembe jut erről a beszédről, a másik pedig az, hogy Oroszország ez alatt a 10 év alatt hatékonyabban és intenzívebben belakta, úgymond a Krímet, mint az azt megelőző jó 20 évben Ukrajna. Én jártam a 2000-es években is többször a Krímben, és a Krím megragadt egyfajta szovjet skanzen állapotában, tehát Ukrajna nem igazán tudott vele mit kezdeni. Ez is probléma volt. És akkor a harmadik dolog, ami erről a beszédről eszembe jut, az pedig egyértelműen az, hogy a nemzeti egységet, a társadalom egységét demonstrálta azzal is Putyin, hogy hát ugye a szavazás eredményével. Igen, de meglepő az egyébként, vagy ez várható volt, hogy az elnök a megválasztása, a győzelme után összekapcsolja ezt a Krím elfoglalásának 10. évfordulójával? Ez logikus volt, mert most van az évforduló. Tehát ezt máskor nem tudta, és hát meg is erősíti azt az üzenetet, hogy egyek vagyunk, egy család vagyunk, ahogy Putyin fogalmazott, és azzal, hogy az ellenzéki, tehát illetőleg azt a három indulót is, a rendszeren belüli ellenzékből azt a három indulót is
induló is ott állt a színpadon mellette, az is azt demonstrálta, hogy Oroszország összetart, összefog, és nem lehet megbontani ezt az egységet. Még egy adatot akartam bedobni a Krímhez, 2001-es adat szerint akkor 58,3%-ot tett ki a Krímben az orosz lakosság, tehát többségben voltak. Egyértelműen többségben volt az orosz lakosság. Ilyenekre is utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy a Krímet nem tudta igazából magáévá tenni, belakni Ukrajna, hiszen maga az ukrán etnikum is viszonylag kicsi volt, kevés, mert hozzá kell venni még az orosz, kimondottan orosz etnikumú lakó, 58%-hoz az orosz ajkúakat, az orosz identitásúakat, és természetesen ne feledkezzünk meg az őslakos krími tatárokról. Putyin egy érdekes gesztust is tett megválasztása után, szintén a Krím elcsatolásának 10. évfordulóján tartott ünnepségen. Nézzük csak! Kedves barátaim! Most találkoztam kollégáimmal, akik az elnökválasztási kampányban vettek részt. Mindannyian itt vannak, és számukra váratlanul meghívtam őket, hogy csatlakozzanak önökhöz a mai ünnepi eseményen. A nemzeti célok eléréséhez különböző módon közelítünk, de egy az anyaországunk, és ők eljöttek. Gratulálok önöknek az ünnephez, és szeretném, ha ma ők is szólnának néhány szót. Kedves barátaim, emlékszem arra az aggasztó időszakra, az egész ország aggódott, de mindenki hitt és remélte, hogy a Krím hazatér és visszatér szülőföldjéhez. Mindannyian jól emlékszünk arra, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök aktívan mindent megtett annak érdekében, hogy a krími népek törekvései érvényesüljenek és hazatérjenek. Oroszország és a Krím egy haza. Boldog ünnepet, kedves barátaim! Boldog 10. évfordulót! Hurrá! Az érdekesség tehát az volt, hogy a legyőzött elnökjelöltek együtt szólaltak fel Putyinnal, akit hallottunk, Nikolaj Haritonov, ő a kommunista pártnak a vezetője, 3,8%-ot szerzett, de ott volt még Vladislav Davankov, aki az Új Ember nevű párt vezetője, és Leonid Slutsky, a liberális demokrata párt elnöke, és együtt álltak színpadra érdekes módon. Igen, ahogy ezt említettem, ezzel is demonstrálni akarta Vlagyimir Putyin azt, hogy az orosz társadalom, az orosz politikai elit, az orosz nemzet az egységesen áll ki a nyugattal szemben és általában a kihívásokkal szemben ezekben a nehéz időkben. Egyébként maga ez az egész, ez is a beszéd részlet is, meg az, hogy ott voltak a rendszeren belüli, hangsúlyozom, a rendszeren belüli ellenzéknek a jelöltjei, elnökjelöltjei, azért abból az is látszott, hogy hát nem volt, hogy miért kapott 87%-ot Vlagyimir Putyin, mert nem volt alternatíva. Ilyen-olyan okoknál fogva, a nemzetközi helyzet, a háború, maga az orosz rendszer sajátossága, tehát láttuk, hogy a rendszeren belüli ellenzéki jelöltek lényegében ugyanazt mondták, és szinte majdnem minden kérdésben. Davankov a háború kérdésében volt egy kicsit háború. De Gábor, egyébként ilyet szoktak csinálni, hogy a győztes elnök maga mellé veszi a legyőzött elnökjelölteket, és odaállnak együtt a színpadra. Ez mit szimbolizál, vagy mit akar kifejezni ezzel Putyin? Nem nagyon szoktak ilyeneket, tehát ezzel azt szimbolizálta, amit említettem, hogy egységes az orosz nemzet. Tehát itt még az ellenzék is sem ellenzék. Igen, de van-e egység, van-e köze a nagy egység megmutatásához, amit most Putyin meg akart mutatni, a háborúhoz, és ahhoz, hogy a NATO-val szemben próbálja magát Oroszország megfogalmazni? Van. Egyértelmű az, hogy az orosz hatalomnak a narratívája az, hogy Oroszország ostromlott erőd. Tehát kibontva, Oroszország a NATO-val, a nyugattal áll szemben, nem Ukrajnával, Ukrajna a terepe ennek a szembenállásnak, és paradox módon
éppen a nyugat, illetőleg Ukrajna demonstrálta a választások előtt, hogy tényleg így van, mert egyrészt csak a választások előtt, de korábban is, ha megnézzük, hogy Macronnak a különböző nyilatkozatai azért mit sugallhattak az orosz népnek, az, hogy a választásokhoz időzítve Belgorod környékén diverzáns akciókat hajtottak végre ukrán területről, ezek mind-mind erősítették az orosz narratívát, és mind-mind erősítették az orosz társadalom összefogását, mert erre ez a válasz jött, hogy akkor felsorakozunk az erős ember, a zászló, a haza mögé, és egyetlen egy példa, hogy Belgorodban az átlagnál, az országos átlagnál magasabb volt a részvételi arány, és mert nem Csecsenföld, ahol azért magas szokott lenni, Belgorodban, és a Putyinra leadott szavazatok száma 95% volt. Tehát kontraproduktív volt az a nyugati és ukrán próbálkozás, hogy itt megzavarják a választásokat ilyen akciókkal. Lehet azt mondani, hogy a külpolitikai történések, gondolok itt Macron megnyilatkozásaira, hogy nyugati katonákat küldünk Ukrajnába, hogy ezek a megnyilatkozások jót tettek Putyin kampányának? Így. Akik ismerik az orosz közvéleményt, tehát azok a nyugati újságírók, akik azért rendszeresen készítenek riportokat és járják Oroszországot, megpróbálják megfejteni ezt a nagy orosz változást, ami létrejött, azokat a válaszokat kapják vissza, hogy azok is, akik korábban sokkal kritikusabban tekintettek Putyinnak a személyére, valamilyen oknál fogva, ugye ők is egyre inkább mögé állnak, és nem is elsősorban már Putyin mögé van állítva a dolog, de úgy tűnik, hogy azzal, hogy leopárd harckocsik jelentek meg a hadszíntéren, hogy a nyugati vezetők ilyen nyilatkozatokat tesznek, az visszaerősítette az orosz narratívát, teljes egészében megerősítette azokat a pozíciókat, amelyeket Putyin korábban megpróbálta a nép felé közölni, és ennek az a következménye, hogy azt mondják, hogy a legnagyobb eredmény, amit el lehetett érni, tehát a legtöbb közember, aki megszólal ezekben a riportokban, azt mondják, hogy ez egy óriási nagy eredmény, mert az oroszoknak eddig mindig a széthúzás ugyanúgy fontos része volt a mindennapjaiknak, és most ez megfordult ez az állapot, és hogyha lehetett velük jót tenni, akkor ez volt, amit velük a nyugat az elmúlt időszakban tett. Ez egészen odáig, hogy kivonultak a nagy nyugati cégek, és felszabadultak piac lehetőségek a saját vállalkozásaik számára, és egészen odáig, hogy egyfajta nagy társadalmi kohéziót tudtak felmutatni. Sokan mondják azt, hogy a nyugatnak érdeke az, hogy Vlagyimir Putyin legyen Oroszország elnöke, mert hogyha nem ő, ha más jön helyette, az csak rosszabb lehet a nyugat számára. Ha ebből az összefüggésből vizsgáljuk a kampányt, lehetséges az, hogy ezek a nyugati megnyilatkozások, például Macron megnyilatkozásai egyfajta direkt segítségek voltak Putyin számára, hogy összezárjon mögött a társadalom? Nem. Tehát egyetértek azzal, hogy a nyugatnak érdeke lenne. De a nyugat egyáltalán nem úgy tűnik, hogy ezt fölfogja, hogy Putyinnál rosszabb elnöke lehet, vagy az ő szempontjából rosszabb elnöke lehet Oroszországnak, hogyha váltás történik, vagy a jelen helyzetben történne váltás. Én nem látom annak jelét, hogy a nyugat ne akarná minden áron eltakarítani az útból Vlagyimir Putyint és rendszerét, teszem hozzá. Azért ezek a lezredes úrra, mert hogy ön beszélt korábban erről az összefüggésről, hogy a nyugatnak igenis Putyin kell, mert mögötte csak rosszabb jöhet, vagy utána rosszabb jöhet, hát csak említjük Nikolaj Haritonovot, aki a kommunista pártnak az elnöke. Igen, hát nagyon sokan mondják azt, hogyha megtörténik egy társadalmi összeomlás Oroszországban, ahol mindenki csak rosszul jár. Elsősorban azért, mert nem lehet kiszámolni a végkövetkezményeket, hogy igazából a dolog melyik irányba tart tovább. Furcsa lenne, hogyha 5-6 részre szakadt Oroszországban, 5-6 részre szakadt nukleáris fegyverarzenál lenne, ráadásul nem lehetnek, akkor újabb szereplők jelennének meg, és itt azért felhívnám egy szakmai dologra a figyelmet. Nagyon sokan, amikor az eszkalációs létráról beszélnek, egy lineáris rendszerben gondolkodnak, de ezt az eszkalációs rendszert, ezt két félre dolgozták ki. Minél több szereplő jelenik meg benne, annál biztosabb, hogy ez nem így működik, hanem egy teljesen összetett folyamatként zajlik le. Tehát könnyebb két félnek a játékát, sakjátékát kiszámolni, mint hogyha egyszer csak azon vennénk észre, hogy a feketékkel is egyszerre öten lépnek, meg a fehérekkel is hárman, akkor nagyobb valószínűsége lesz az, hogy átláthatatlanná válnak a folyamatok, és a végén olyan dolgok valósulnak meg, amit nem nagyon szeretnénk.
Korábban győzelmi beszédet is mondott moszkvai kampány központjában Putyin, miután az orosz központi választási bizottság előzetes eredményei szerint a szavazatok közel 90%-ával nyerte meg 5. hivatali ciklusát. Putyin vasárnap este támogatói előtt szólva hangsúlyozta, hogy az ország hatalmának egyetlen forrása az orosz nép, és hozzátette, hogy minden polgár szavazata számít, amikor a nemzet irányvonalának kijelöléséről van szó. Az orosz elnök megjegyezte, hogy bár az ország számos kihívással néz szembe, az emberek képesek lesznek megbirkózni a feladattal, ha egységesek maradnak. Nem számít ki és hogyan próbálna megfélemlíteni és elnyomni minket, az akaratunkat, a tudatunkat. Senkinek sem sikerült a történelmünkben ezt megtenni, és nem fog sikerülni sem most, sem a jövőben, soha, mondta. Putyin ezután megköszönte az orosz polgároknak a belévetett bizalmat. Mindent megteszek, hogy megoldjam az ország előtt álló feladatokat, és elérjem azokat a célokat, amelyeket mindannyian a legfontosabbnak tartunk. Folytatva az előző gondolatokat, ez a beszéd is azt demonstrálta, hogy egyek vagyunk. Maga a szavazás, a választásokat én sokkal inkább egyfajta bizalmi szavazásnak, megerősítésnek értékelem. Ez egyrészt sajátja az ilyen típusú autoriter, hibrid rendszereknek, hogy a választás nem különböző politikai erők nyílt és szabad versenye, hanem egyfajta népszavazás, bizalmi szavazás, megerősítés. Nem is akarnak az oroszok olyanok lenni, mint a nyugat, nem akarnak angol száz típusú liberális demokráciát építeni, nem is úgy határozzák meg a saját rendszerüket. Tehát itt azt kell, az volt az alapvető cél, és azt kell látni, hogy a hatalom... Érti ezt a nyugat? A kérdés az, hogy érti ezt a nyugat, hogy Putyin és a mögötte felsorakozó orosz emberek nem akarnak nyugati típusú liberális demokráciát? Nem igazán akarja érteni. Ez abból is látszik, hogy állandóan és visszatérően a nyugati koordinátorrendszerbe próbálják elhelyezni az oroszországi történéseket. A nyugati szabályokat, modelleket akarják viszont látni, és ahhoz viszonyítanak mindent, és ez természetesen nem működik. És egyrészt tudomásul kell venni, hogy a világ lakosságának 71%-a nem nyugati típusú liberális politikai modellben él, hanem autoriter, ehhez képest autoriter rendszerekben. Másrészt azt is tudomásul kell venni, hogy a nyugat most már nem tudja az egész világra kiterjedően a szabályokat meghatározni, és rákényszeríteni másokra a szabályokat. Tehát én azt ajánlom mindenkinek, hogy egy más koordináta rendszerben nézzük a dolgokat, és akkor azt látjuk, hogy ahhoz képest a célját teljesítette, mondjuk az orosz hatalom adott esetben igen. Akkor nézzük a reakciókat, és akkor alezredes úrnak adom a szót. Egymás után Xi Jinping, kínai elnök gratulált Putyinnak a győzelméhez, és kifejezte abbeli reményét, hogy a két ország közötti kapcsolatok és a stratégiai viszony tovább erősödik a jövőben. Hát ugye, ahogyan a nagykövet úr szokta mondani, ez egy komplementer halmaz, ez a komplementer hatalomként funkcionál a Kína és Oroszország most jelen pillanatban, egymásra vannak utalva. Ugye sokan azt mondják, hogy óriási befolyása van Kínának Oroszország fölött, ez nagy valószínűséggel igaz is, de ugyanúgy megtörténik fordítva is, mind a kettő egymásra van utalva, és ugye az a bizonyos együttállás létrejött, amire olyan sokat figyelmeztették a nyugati politikai vezetőket, hogy a végén lehetőleg Iránnak, Oroszországnak és Kínának nem kéne egy platformon lenni, most úgy néz ki, hogy egy platformon van. Annyit hűznék hozzá, hogy vasárnapi történés, hogy a választások után szinte, vagy ahogy nagyjából sejteni lehetett már a választások eredményének a kimenetelét, szinte abban a pillanatban a dél-oszétiai
szakadár terület bejelentette a csatlakozási szándékát az Orosz Föderációhoz, és ez nagy valószínűséggel minden ilyen levegőben lógó állami képződmény most megragadja a lehetőséget ahhoz, hogy valami krímszerű állapotba ő is bekerülhessen, tehát úgy néz ki, hogy egy ilyen nagy egyesítő folyamat indulhat meg az elkövetkező időben, ami azt hiszem nem jelenti azt, hogy ez nem fogja növelni a geopolitikai problémáit majd Oroszországnak a térségbe. Azt is mondta Putyin itt a választások után, hogy idézem, nem titok, hogy a NATO katonái jelen vannak Ukrajnában, és azt is hozzátette, hogy ezek a katonák, mint egy fenyegetés, zord kilátásokkal néznek szembe. Hát érdekes ezt annak tükrében vizsgálni, hogy mit mondott Macron, és mit mondott a lengyel külügyminiszter. A lengyel azt mondta, hogy már ott is vannak a katonák, Macron meg azt, hogy küldünk katonákat. Így van, ez egyértelmű és egyenes válasz volt mindarra, azokra a kijelentésekre, amelyek a választások előtt elhangoztak, mindenek előtt Emmanuel Macron szájából. Igen, uraim, lehet így beszélni, lehet így gondolkodni, teljesen mindegy, hogy ezt komolyan gondolják, vagy csak retorika, azért jó lesz tisztában lenni azzal, hogy ilyen válaszra számíthatnak, hogyha ez, ne adj Isten, megvalósul. Egyébként keményedik a retorika Oroszországban, csak egy példát mondok, napokban közöltük Dmitri Trenyinnek, a Carnegie Intézetnek, ez egy amerikai kutatóközpont, a moszkvai leányvállalatát vezette, tehát nem lehet ráfogni, hogy ne, vagy mit tudom, Krem párti lenne. És ő írt egy elemzést arról, hogy Európa már nem tart igazából Oroszországtól, Európa már nem érzékeli a nukleáris fenyegetést sem, tehát tétet kell emelni, hogy valami kiózanító pofont kell adni Európának, hogy megértse, hogy mi a tét, a harmadik világháború a tét. Egyébként előtte Szergej Karaganov, egy nagyon ismert politológus beszélt ugyanerről. De mit, taktikai atomot? Erről beszélünk, igen. Igen, tehát emelkednek a tétek, és hogyha nem ért ebből Európa, akkor lehet azt mondani megint, hogy Oroszország lépett valamit, csak vegyük már észre, hogy ez egy folyamat, tehát valamire valami választ adott, ne adj Isten, hogy ne legyen ilyen válasz, de most kellene felelősség teljesebben gondolkodni. Amíg nem jutunk el odáig. Másik téma, hogy Dél-Oszétia Oroszországhoz való esetleges csatlakozásáról beszélünk majd a következő adásban, ugye ez Grúzia összefüggésében fontos. Most pedig folytatjuk azzal, hogy Moszkva visszautasítja az Egyesült Államok értékelését az orosz elnökválasztásról, és nem áll szándékában azt figyelembe venni, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtófőnöke. Korábban az Amerikai Nemzetbiztonsági Tanács egyik tisztségviselője újságíróknak azt mondta, hogy Washington az orosz elnökválasztást sem szabadnak, sem tisztességesnek minősítette. Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap késő este újságíróknak nyilatkozva megjegyezte, hogy az ilyen értékelések teljesen várhatóak és kiszámíthatóak. Peszkov pedig hozzátette, hogy az Egyesült Államok mélyen érintett az ukrajnai konfliktusban. Az ugye nehéz elvárni, hogy majd mindenki mással fogadja ezeket a választásokat. Ugye az ukrán vezetés előzőleg már jelezte, hogy az oroszok amúgy is egy szolgai nép, akik nem tudnak más csinálni, csak az éppen rajtuk uralkodóknak valamilyen úton módon megfelelni, nem érettek a szabadságra és meg mindenfajta egyéb más dologra. Hát gondolom, hogy ők is a korábbi demokratikus hagyományaiból próbáltak döntő részében meríteni, vagy pedig lehet, hogy a rendszert ismer legalább olyan jól, mert hogy a saját rendszerük is hasonlóképpen működik, de a lényeg az, hogy ezt nyugaton eleve elítélték az első pillanattól fogva, elsősorban az azért volt, mert pontosan tisztában voltak a kimenetelével. Azért visszafogottabb sajtótermékekben, nyugati sajtótermékekben az olvasható volt, hogy senki se várja, hogy valami nagy változás történjen meg. Ugye itt most Navalnyinak a szerepe, a nemrég történt
halálozása is ugye felvetették, de hát azért Navalnyi is olyan 1%-os körüli szereplője volt itt az orosz közéletnek. Voltak követőik, voltak emberek, akik hallgattak rá, de nagyon messze vannak attól, hogy itt a nagy orosz társadalomra valamilyen fajta befolyást tudjanak gyakorolni. Nem jól választottak szereplőket nagy valószínűséggel a nyugati válogatásoknál. És akkor röviden, egy kis időnk maradt még a szünet. Igen, tehát amiről beszéltünk, hogy orosz részről a legitimáció, a rendszer legitimációjának megerősítése volt a cél. Ez sikerült. Tökéletesen sikerült. A másik oldalról nem tudnak más tenni, mert azért évről évek óta megpróbálnak beavatkozni az orosz belpolitikába. Nem sikerült a társadalmat szembefordítani a politikai elittel, a hatalommal. Ezért most azt próbálják kikezdeni, hogy a Putyin és a rendszer legitimációját. Tehát, hogy azt súlykolják, hogy nem legitim ez a rendszer. Itt van a német példa, akik most már kijelentették, hogy ők nem fogják használni azt, hogy Putyin, ha megemlítik, azt, hogy elnök. Tehát lehet ilyen óvodás dolgokkal operálni, meg lehet a nyugati médiában kikezdeni a legitimációt, de valójában azért ez csak egy pótcsereg. Most hát el kell mennünk egy kis kereskedelmi szünetre, és aztán ígérem, folytatjuk. Rövid szünet következik, és aztán folytatjuk azzal is, hogy a török külügyminiszter nem számít a háború idei lezárására. Tartsanak velünk a szünet után is. Folytatjuk a háború Ukrajnában adását, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódnak be a műsorba. Vendégeink itt a stúdióban továbbra is Vukics Ferenc katonai szakértő és Tir Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője. Kína valószínűleg bojkottálni fogja az orosz-ukrán konfliktusról szóló nemzetközi béketárgyalásokat, ha Moszkva nem kap helyet a tárgyalóasztalnál, jelentette hétfőn a Politico című lap az ügyet ismerő tisztviselőkre hivatkozva. Az újság szerint az üzenet felerősödött Li Hui kínai eurázsiai megbízott európai körútja során a hónap elején. Li március 7-én Kijevben találkozott Andriy Jermakkal, Volodymyr Zelenszky elnök kabinet főnökével. A Politico arról is ír, hogy a kínai elnök május elején Párizsban találkozik francia kollégájával, Emmanuel Macronnal. A két ország diplomáciai kapcsolatainak 60. évfordulója alkalmával. A források szerint azonban ez a találkozó nem lesz annyira ünnepélyes, mint az 50. évforduló alkalmával volt, sőt, az is szerepel az újságban, vagy a forrásokban, hogy a kínaiak úgy készülnek, hogy nem is akarják, hogy ez annyira ünnepélyes legyen. Vajon miért? Az egészből az jön le számomra, hogy Kína egyértelműen karcosabbá vált. Tehát sokkal önmagához képest sokkal határozottabban, nyíltabban képviseli az érdekeit, és például Franciaországnak is, ha kell, akkor megmondja azt, hogy ez ő neki nem tetszik, tehát ez a fajta politika, ukrán orosz háború lezárásával kapcsolatban is türelmetlenségét, mert arról van szó, türelmetlenségének ad hangot, hogy addig, amíg az oroszokat nem hívják meg, az egész csak időhúzás, és egyébként Kínának is érdeke lenne, hogy valahol már azért zárják le ezt az egész konfliktust. Na most az a Kína, amelyik egyébként nagyon visszafogott, nagyon megválogatja a szavait, nagyon diplomatikusan fogalmaz, most oda szúrt egyet méghozzá Svájcnak, annak a Svájcnak, aki azt tervezi, hogy megszervezi ezt a béketalálkozót, vagy tárgyalássorozatot a háború lezárása érdekében, azt mondja Kína, reméljük, hogy Svájc a jövőben is megőrzi semlegességét. Elég gúnyos Kínához képest ez a megjegyzés. Hát ugye általában az, hogyha valaki mondjuk egy tűzszüneti tárgyalást meg szeretne rendezni, vagy békekötést szeretne kieszközölni, akkor olyan szereplőket, olyan közvetítőket keresnek, akiket mind a két fél el tud fogadni egyfajta semleges szereplőként.
És ugye Svájc most nem ez volt. Hát Svájc, tudjuk, hogy a kormányzat milyen nyilatkozatokat tett korábban, és már csak az is egy érdekesség volt a számunkra, hogy ők legalább még megtartották azt a típusú semlegességet, amit korábban fölvállaltak, mert itt is szó volt arról, hogy esetleg ezt fel kellene tudni mondani, és hogy ez évszázados hagyományoknak is valahogyan véget kellene vetni. De a legfontosabb része az, hogy egy igazi hiteles közvetítő szerepkör csak az tud lenni, aki folyamatosan mind a két félnek a mérsékletre intésével töltötte eddig az időt, és hát ezek most nem a nyugati szereplők, tehát nagyon nehéz lesz összehozni bármifajta béketárgyalást. Másik az, hogy kihagyni egy olyan szereplőt, aki amúgy a másik oldalon jelen van, teljesen kontraproduktív. Hát ezért beszél így Kína, így, így, így van, így van. Tehát egy teljesen kontraproduktív dolog, igazából egy öntömjénezése a nyugatnak, ezt a kijevi vezetés már többször megpróbálta, az ő békeképletüket mindenhol megpróbálták előadni, érvényre juttatni, de ettől még az orosz csapatok nem fognak leállni, a csapások haladni fognak, tehát igazából nagyon nagy kérdés, hogy mi az elképzelésük. Az elképzelésük az, hogy az ő békeképletüket valakik erővel érvényesítsék az ő érdekükben. Vagyis ott tartunk, hogy amit hallottunk Macrontól, az megvalósulhat már. Gábor? Svájc kapcsán fölhívnám a figyelmet egy dologra, tehát amikor fölmerült ez a svájci találkozó a davoszi csúcs környékén, akkor a svájci külügyminiszter arról nyilatkozott, hogy nincs értelme egy ilyen találkozónak Oroszország nélkül. Aztán azóta eltelt egy-két hónap, és mint elhalkult volna ez a mondat svájci részről, és lehet, hogy kicsit keményebben erre akar Kína utalni, hogy hát akkor van értelme egyáltalán leülni, különben nem húzzuk az időt és pecséreljük az időnket az egy ilyen találkozóval. Egyébként valóban érdeke Kínának az, hogy béke legyen Oroszország és Ukrajna között? Ezt azért kérdezem, mert ilyen gúnyos, pikírt megjegyzéseket tesznek erre a béke találkozóra. Ha az ember úgy tekint rá erre a folyamatra, hogy ahogy kirobbant a háború, esetleg gyorsan helyre lehetett volna hozni, a Kína érdekelt abban, hogy a világkereskedelem folytatódjon és mindenféle akadályok nélkül megvalósuljon. Ugyanis ez hosszú távon az ő érdekeit képviseli, előbb-utóbb ki tudja terjeszteni a befolyását, elsősorban gazdasági tényezőknek a figyelembevételével akár az egész világra is. Neki az a jó, hogyha a kereskedelem folyik továbbra is. Abban az esetben viszont, amikor elkezdődnek azok a folyamatok, amikor már túl sok rosszat mondott egyik fél a másikra, akkor ezek már nagyon nehezen betömhető résekké válnak. Ugyanúgy el tudom ezt mondani Oroszország esetében is, hogy jó, kellene most valamifajta tűzszüneti megállapodást, esetleg egy békekötés irányába ellépni, de az még mindig csak egy kezdő pillanat lesz, a gyűlölet meg a harag az évtizedekig fog tartani, tehát minél hamarabb vetünk annak véget, annál hamarabb van esély egy kiegyensúlyozottabb világnak a eléréséhez, és hát valószínűleg Kína abban érdekelt, hogy ez minél hamarabb valósuljon meg, és ezek a újonnan tárgyalt megoldások, vagyis hát a maga béke minél hamarabb jöjjön létre. Németország és Lengyelország együttműködést tervez az ukrajnai lőszergyártás növelése érdekében. Erről Boris Pistorius német védelmi miniszter és lengyel kollégája Vladislav Kosziniak-Kamisz állapodott meg a Varsó melletti Helenovban tartott tárgyalások után, számolt be a TASZ orosz hírügynökség. Különös örömünkre szolgál, hogy közösen vezetjük a tankos koalíciót. A tankkészletünkön túl ez Ukrajna teljes mértékben fenntartható és mindenek előtt hosszú távú támogatása, mondta Pistorius. Petr Pavel cseh elnök február 17-én a müncheni biztonsági konferencián beszédében azt mondta, hogy a köztársaság megtalálta a lehetőséget, hogy harmadik országokban több százezer tüzérségi lövedéket vásároljon Ukrajna számára, ha rendelkezésre állna forrás a kezdeményezés megvalósításához. Petr Fiala cseh kormányfő akkor azt mondta, hogy a kezdeményezést 18 nyugati ország támogatja. 300 ezer lövedék vásárlását már megerősítették, és további mintegy 200 ezeret ígértek, idézi a TASZ a cseh kormányfőt. Az európai hadipar fölpörgetése, ez lényegében reakció arra a két dologra, arra a félelemre, amit az európai elitet áthatja. Az egyik az, hogy Trump győzhet, tehát elfordul Európától, és bezárja azt a bizonyos ernyőt, amit kiterjesztett Amerika Európa fölé. A másik pedig, hogy
Oroszország győzhet, tehát mind ezt a két dolgot akarja megakadályozni, és erre válasz az, hogy fölpörgetni a hadipart. Azt mondom, hogy igen, föl kell pörgetni, de a béke érdekében, az elrettentés érdekében, nem pedig azért, hogy Ukrajnát tömni a fegyverekkel. Tehát rossz, a jó a kiindulási pont, hogy Európának meg kell tudnia védeni magát. Tehát ezt mondja Charles Michel, az európai tanácselnöke, ugyanerről beszél, hogy eddig az Európai Unió félváról vette, lemondott arról, hogy a biztonságát kiépítse, ennek véget kell vetni, hadigazdaságra kell átállni. Nem hadigazdaságra, és egyébként mondanak össze-vissza minden. Tudja, hogy igen, ő ezt mondta, de nem, ez megint átesünk a ló túloldalára meg, hogy az Európai Befektetési Bankot különböző katonai projekteket, vagy hadipari projekteket finanszírozzon. Ezzel ugyanaz a probléma, mint hogyha Oroszország túlságosan sokáig beleül egy háborúba, hogy egyéb dologra nem marad. Tehát itt... Az, ami jelen pillanatban Európában van, hogy nem képes megvédeni önmagát, azzal valamit kezdeni kell. De nem Ukrajnának átadni az összes fegyvert, és amit most legyártunk azt is, hanem meg kell tudni védeni magunkat. Ennyi. Eredetes úr, mennyiben más ez a terv, amit Charles Michel felvázolt, hogy meg kell tudni védeni magunkat, mármint Európának, mint amit egyébként a magyar miniszterelnök mond már régóta? Hát vannak jelentős különbségek itt a lőszerbeszerzése kapcsolatban annyit, hogy ez a 800... Mik a különbségek akkor? Igen, az a 800 lehet 1 millió is, és nem akarják elállulni, hogy melyik országokból szerzik be, mert hogy ez titkos. Tehát, hogy mindent megtesznek annak érdeke, hogy elfedjék azokat az országokat, akik ebből az irányba jönnek. A másik nagyon fontos dolog szerintem itt a kétfajta védelmi megközelítés alatt, hogy mi a szándék. A magyar szándék az, hogy amúgy képesek legyünk önállóak lenni, önállóan dönteni a saját sorsunkról, és képesek legyünk önmagunkat megvédeni, és egyfajta szuverenitást biztosítani önmagunknak. A másikban, én miután látom a kijövő adatokat, tehát a nagy nyilatkozatok megvannak, és aztán a kijövő adatokban még egyáltalán nem támasztják alá, inkább úgy tűnik, hogy a folyamatos veszélyeztetettséggel való fenyegetés lett az alapja az úgynevezett európai integráció újabb sebességfokozatba történő kapcsolásának, vagyis az a lényeg, hogy megvan a közeli ellenség, aki miatt mindent meg kell tudni változtatni, és itt azonnal át kell alakítani az ipart, a piacot, a szereplőket, és akkor azonban veszük észre munkat, hogy hát tüntetnek kint a gazdák, a kisvállalkozók, mindenki kezd tönkre menni, hogy valójában az európai gazdaságnak egy átszerkesztése zajlik a háttérben, és most ráadásul most nem azt fogják mondani, hogy a széndioxid kvóta, a zöld forradalom fogja majd ezt megváltoztatni, hanem mindannyiunk biztonság érdekében kell ezt a folyamatot keresztülvinni, és minden inkább központosított európai államot létre. Egyébként kijött egy adat, mármint azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió államai mennyire tudják megvédeni magukat. A német állampolgárok többsége azt válaszolta egy közreménykutatásban, a döntő többségük, hogy például Németország nem lenne képes megvédeni magát egy támadás esetén. És jól látják. Németország nem lenne képes megvédeni önmagát. Én azt látom pozitívnak, hogy ez a felismerés már megtörtént. Nem csak a társadalmak, tehát például ez a felmérés is mutatja, hanem a német elit is szembesült ezzel, és felmérte, és többek között ezért nem adja át a Taurus rakétákat Scholz, mert rájött, hogy neki kell. Igen, Jake Sullivan, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója mondott egy keményet, ami Macron beszédei kapcsán érdekes lehet. Azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy az USA nem tért el és nem is fog eltérni azon kötelezettség vállalásától, hogy nem küld amerikai csapatokat Ukrajnába, és Sullivan még hozzá is tette, hogy mindegy, tök mindegy, hogy egyébként Macron pedig milyen találgatásokba megy bele ezzel kapcsolatban. Megint ugyanarról van szó, amit már amiről annyiszor beszéltünk, hogy az Egyesült Államok saját érdekeiből kiindulva racionálisan cselekszik. Nem tetszik nekünk, de azt el kell ismerni, hogy racionálisan cselekszik. Ehhez képest most már ott tartunk, hogy ebben a nagy harciasságban, és Európa már itt is messze beelőz mindenkit, és közben az amerikaiak mondják, hogy jó, jó, mi nem. És erre most az Európa akar menni, rohanni bele a szakadékba. Tehát az Egyesült Államok
abszolút, tehát követésre méltóan úgy értem, hogy a logikája követésre méltó, hogy mindenki a saját érdekeit védelmezze, és abból induljon ki. Alezredes úr, hogy lehet? Az amerikai politika elitnek a másik oldala, mert ott szerencsére van másik oldal is, aki másképpen vélekezik az itt zajló folyamatokról. Ő azt üzente Macronnak, hogy nagyon könnyű ezeket a nyilatkozatokat megtenni, de mit akar tenni avval a pár katonával, ami neki rendelkezésre áll? Döntő részében amerikai katonák lennének csak ezt képesek megvalósítani, tehát az amerikai életekről meg ne a francia elnök döntsön, meg ne is európaiak, és amúgy döntő részében a republikánusok elképesztő mértékben sérelmezik azt, hogy egy jóléti rendszer alakult ki Európában, ahol a biztonságért nem kellett fizetni, sokan mehetnek szabadságra, ezt így meg is mondják, hogy itt sokan mennek szabadságra, hosszú ideig jó fizetések vannak, mindenki könnyen és egyszerűen él, de vagy könnyen és bőségesen éli a mindennapjait, miközben ennek az árát az Egyesült Államoknak, a nemzeti kasszának kell megfizetnie, és neki kell küldeni a fiait arra, hogy ezeket a biztonsági tényezőket adják, és ők még nem biztos, hogy erre hajlandóak. Tehát úgy érzik mondjuk az USA-ban az emberek, hogy ha megyünk a frontra, és így érzi ezt a nemzetbiztonsági főtanácsadó, akkor annak az lehet a következménye, hogy taktikai atomot kapunk a nyakunkba. Akár ezt is, tehát ők ezt biztos, hogy nem fogják megkockáztatni. Azt mondják, a gazdag európai országok elég gazdagok ahhoz, hogy védjék meg saját magukat. Elég sokan vannak, elég nagy haderejük van, tehát létszámolag elég nagy, szereljék föl, és védjék meg saját magukat. Nem kell azt mindenképpen az Egyesült Államok költségvetéséből támogatni az ilyen jellegű biztonsági megoldások. Stier Gábornak, Fukics Ferencnek köszönöm szépen az elemzést, önöknek a figyelmet köszönöm a felelős szerkesztő Virág Hamisarolta nevében is. Holnap ugyanebben az időpontban találkozunk, és folytatjuk az orosz-ukrán háború és más konfliktusok részletes elemzését. A viszonthallásra, viszontlátásra.